Karci Sándornéhoz, aki mindenki ismer Karcagon, hiszen a Ferenczi család a kutyatenyésztők nagy családjához tartozik. Körülbelül 2 évvel ezelőtt voltunk itt, és azóta nagyon sok újdonság történt a Ferenczi portán. Többek között az, hogy az utcán egy tábla is hirdeti a kutyatenyészetet. Igen, csináltottam egy ilyen táblát, amivel szóval jelképezem, hogy szélmalom kenelbe vagyunk, és mivel, hogy ebben már el is értem a német dogfajtából a bronzkoszorús mestertenyészetet, és akkor így tovább, most a Dobermann szeretném, és a lányom meg a sárpejt, hogy mestertenyésztők legyünk. Akkor ez azt jelenti, hogy már 3 kutyafajtából mestertenyésztők. Szeretünk járni kiállításokra, hát végül is ez úgy működik, hogy van egy tenyészukánk, megfeleztessük egy nagyon jó kannal, és akkor hagyunk utódokat, azt utódokat is elhagyjuk kiállításra, és akkor minden utód, ha eléri azt a kiállítási kort, akkor meg kell neki nyerni egy cac címet, és akkor így mindent, ugye ez úgy több évbe beletelik. Azért, mire ezt elérjük, mert azért egy kiskutya benő, akkor azt betanítani, akkor azt elhordani kiállításokra. Hát mondom, a német dog is az egy 16 év alatt értük el ezt a tenyészetet. Hát most a Dobermannal azzal igyekszek, avval szerintem hamarabb, meg a lányom a sárpelyer, mert már ő is, ugye most hordjuk azt is kiállításra, elég szépen nyeregetünk vele, meg hagyunk utódot onnan is. Ez nem úgy van nálunk, hogy na most fiatassuk a kutyát, adjuk eszportra, meg ilyesmi, szóval nem, mert nálunk ez nem így működik, mi nagyon szeretjük a kutyákat, mi nálunk azért van így, hogy hagyunk saját magunknak, és mindig a tenyészetünkből, és mint amint már úgy tényleg láttak, és a ügyességi bemutató, meg a kiképzési szintje, ez engemet inkább jobban mortizitál, mert én végül is ezt szeretem. Emberek előtt megyek, és akkor én inkább ezt szeretem. Nem az, hogy most a fiatassuk, olasznak eladjuk, meg szóval nem. Ha tenyésztünk, akkor azt inkább így magánembereknek adjuk el, akik úgy szintén foglalkoznak vele, mint mi. Figyelj! Okos! Figyelj! Figyelj, okos! Figyelj, Fili! Figyelj! Okos! Hát azóta, igen, hagytam egy kis, ugye megfialtattam a 5 éves Dobermann szukámat, ami már tényleg nagyon sok eredménnyel rendelkezik, többszörös champion, és akkor abból most hagytam egy kis utódot. Hát ő is nagyon szépen szerepel kiállításokon, ő egy nagyon szép kis kutya. Hát voltunk vele bébi osztálygyőztese lett Tiszafüreden, azt meg is tudom mutatni. Itt van egy nagyon szép serleg, amit 18 bébi kutya volt bent a ringben, és akkor ő nyerte a 18 kutya közül az első helyezettet. Ezt a szép serleget kapta, és egy zsáktápot. Tehát vannak különböző kategóriák, akkor már van baby, meg meséljük el, hogy ezeken a versenyeken milyen kategóriák vannak, ahogy már pici korától lehet versenyeztetni, hogy milyen szép az állása, vagy mit lehet mutatni egy baby kutyán? Hát a baby kutya az egy 3 hónapostól 6 hónapos koráig van. Hát igen, hogy megyen, hogy mutatja a fogát, hogy áll meg. Hát olyan kis muják még, de azért úgy igyekszünk, hogy szép legyen. Akkor ugye a 6-tól 9-ig van a kölyök osztály, és akkor 9 hónapos kortól pedig a fiatal osztály 18 hónapos kora. Így, utána a növendék osztály 15 hónapos kortól, és a nyílt osztály is 15 hónapos kortól. És akkor minden korosztályban más a követelmény ezek szerint. Hát igen, ugye egy bébi kutya azért még az egy bébi. Hát a kölyök az már egy kicsit másabb, de viszont már a fiatal osztályban ott már, szóval ott már nagy a követelmény, ott már gyönyörű szépen kell neki állnia, mutatni a fogát, úgyhogy ott már nem szabadna. Ott csak állni kell, meg amit a bíró úr mond, hogy körül szaladni a kört, meg azért ott már viselkedni kell neki. Gyertek már, Fanny!
Milyen eredményeket ért még el a Szélmalom Kennel? Hát úgy kiállításokon mindig hát nagyon jó eredményeket érünk el. Már most ebbe az évbe is, meg tavaly évbe is. Hát nagyon sok kiállításra elmegyek, ott a CAC-címet azt mindig elhozzuk. Ugye osztályunkba az első díjakat, meg hát volt, mikor a fajta győztes lett a német dogom is, most Tiszafüreden, ott is kapott seleget, zsinort, tápot. Úgyhogy azért kiállításokon azért mindig ott vagyunk az elsők között. A környező városokban mindenhova elmegyünk. A Dobermannal van a Doberman Klub. Oda mindig elmegyek, már az előző szukámmal is, még 5 éves, már abban is mindig elmentem. Hát ott is nyertem, vagy 6 sereget a klubon már. És már most a picikével is voltam Babybe, Tokajon, és ott is Baby klubgyőztes lett. Ott is kaptunk sereget. És akkor itt a Tiszafüredi, akkor voltunk vele Hajdúdorogon, ott is nyert, ott is bébi osztály győztes, nagyon ígéretes kapott, meg bébi osztály győztes második helyzetet. Ott is kapott sereget, nagycsima ajándékot, majd meg tudom mutogatni, mert megvannak. És akkor, hogy járok, ugye ügyességi bemutatókat tartanak környező ugye, városokba, községekbe, és akkor most a Berekfürdőről is voltam gyereknapon, és akkor mostan azt föl szeretném olvasni, hogy azért ilyeneket is szoktam kapni. Tisztelt Ferenczi Sándorné, ezúton szeretném megköszönni önnek a Berekfürdői gyermekek és Berekfürdői község önkormányzatának nevében is, hogy munkájával támogatta a 2011-es évi gyereknap megrendezését. Akkor most Karcagon is volt egy kiállításunk, hát ott is 7 kutyát neveztem be, és mind a 7 nyert. Így van, Karcagon augusztus 20-án a Karcagi Nagykun Kulturális Napok keretében volt egy nagy országos kiállítás, úgy tudom. Erről tudnánk-e valamit mondani? Hát igen, volt egy ilyen tájkutya bemutatónk. Hát, hogy jöttek Debrecenből, azért jöttek Tiszafüredről, a környező városokból jöttek. Hát nagyon jó kiállítás volt, úgyhogy örülünk neki, hogy azért a távolságból is eljönnek és meglátogatnak minket. Karcag, mely olyan karcagi szervezete, Ferenczi Sándorné, bronzkoszorús mester kiképző. Tisztelt Ferenczi Sándorné, Karcag Városi Önkormányzati és a magam nevében ezúton is megköszönöm önnek a tizedik kulturális, nagykunsági kulturális napok keretében megrendezett kutya ügyességi bemutatók megszervezésére és önzetlen szervező munkáját. További tevékenységére sok sikert és jó egészséget kívánok. Üdvözlettel Dobos László polgármester úr. És akkor még ezt a serleget szeretném megmutatni, mert tavaly a 16. lovasnap alkalmából ezt a serleget én a Dobos László polgármester úrtól kaptam. Rajta is van, hogy Karcagi Lovasnapok Karcag Város Önkormányzatának tiszteletdíja. Hát nagyon örültem neki, és nagyon szépen meg is köszönöm a Karcag városának, hogy azért így a sok éves munkámat elismerte, és ebben a serleggel engemet megjutalmazott. Tessa,
Na, gyere csak! Gyere! Kini! Gyere, hozzám! Gyere ott! Gyere! Gyere! Kini, ott van! Kini, meg a létrán! Kikor! Állj, Kini! Hát szoktunk menni Berekfürdőbe. Kunhegyesre, kis újszállásra, Sárét udvariba, akkor most Tiszafüreden volt egy cacki állítás, most június 4-én, oda szóval nagyon megörültem neki, ezt kell, hogy mondjam, mert az elnök úr fölkért, hogy csináljak egy nagy cacki állításon, egy országos kiállításon egy kutya bemutatót. Hát én szerintem nagyon jól sikerült, mert a Dobermanom az 2 tüzes karikát ugrott egyszerre, úgyhogy csodálatos volt, az emberek el voltak képedve, tapsoltak, visítottak, mindent csináltak. Hát akkor van egy sárpelyem, az egy 1,5 éves kutya, azt egy hónap alatt betanítottam, hogy lábhoz ül, fekszik, helybe marad, ugorja az akadályokat, ami tényleg egy makacs kutyafajta, amit tényleg azt mondják, és már kutyaiskolába is kivittem, megmutattam, hát szóval, na, nézik az emberek, hogy egyáltalán, hogy még ezt is be tudom tanítani. Hát, ha a gazdája is úgy foglalkozik vele, ahogy én megmutatom neki, akkor van rá lehetőség, csak ám az szokott lenni a baj, hogy nem mindig úgy csinálják a gazdák, ahogy mi ugye elmutatjuk nekik a kutyaiskolába. Tehát itt nem csak a kutyát kell nevelni, hanem a gazdát is. Hát igen, ugye a gazdának is át kell venni azt a tanítási módot, hogy hogy kell ültetni, hogy kell fektetni, hogy kell behívni. Akkor ugye kezdjük velük a csibészerési, kis húrka, kis ruha, ez az utána a csibészkarral. Hát igen, ugye ez mindig egy hosszas idő, meg azért ez, igen, gazda kutya, meg kell tanulni a gazdának is. Boldog is vagyok végül is, meg azért örülök is neki, hogy elértem a mester, bronzkoszorús mester kiképzői címet, amivel ugye már tényleg én nagyon sok kutyát betanítottam, levizsgáztattam, és akkor ezt én megkaptam, amivel tudok büszkérkedni, mert azért a környéken ilyet én nem is nagyon tudok. Hogy ennyi idősen ilyen aktívan kutyázik valaki. Hát gyerekkorom óta szerettem, mert mindig is volt kutyánk. Hát egy olyan 30 éve ilyen aktívan. Hogy ugye eljártunk kiállításokra, ugye férjemnek tetszett a német dog, akkor ugye szereztem egy német dogot, na onnantól kezdve eljártunk kiállításokra, és akkor úgy láttam ezt a ügyességi részt, akkor ugye hát így folytatódott. Akkor lett kisuszkárjaim, betanítottam, akkor Yorkie, hát így sok éven keresztül, és akkor én ezt így megpróbáltam itthon, saját akadályaink vannak, és akkor ez így jött, és kiállításokra is eljárok, és ami még azért tényleg nagyon jó, és nagyon jó érzés is volt, mikor a kiállításon voltunk, Hajdúdorogon, akkor az egyik bíró, ugye Szabó Sándor, ugye Debreceni Egyesületnek az elnöke, és akkor ő ottan egy riportot készítetett velem, egy beszédet, hogy na, hogy is volt ez, meg honnan jöttem, hogy az uszkárokat be tudom tanítani, hogy azok tényleg ott ülnek két oldalt, és azok le nem szállnak onnan, még én azt nem mondom nekik, hogy, vagy leszállhatnak, és a kutya megugorja keresztül, és ez Szabó Sanyi, az elnök úr, ezt elmondta ott a kiállításon a Hajdúdorogin. Ott az emberek előtt. Igen, számomra is nagyon furcsa, mert az udvarban, ha megnézem, nagyon sokféle fajta kutya van, és ahogy emberek se vagyunk egyformák, a kutyák sem egyformák, tehát más a természetük. Hogy van ez, hogy a különböző fajtákhoz is értesz, nem csak egy fajtát képzel? Hát igen, ugye, hát mert úgy beszélek hozzájuk, tudják a kutyák, hogy én vagyok a falka vezér. És akkor ez nagyon fontos, hogy nekem dolgoznak. Hát végülis a családban ez így igaz, mert csak nekem fogadnak szót, ez így van. Ugye a lányomnak se, férjemnek se nem dolgoznak nekik, és azért van a bemutatón is, hogy ugye mindenütt én szaladgálok velük, mert nekem dolgoznak. Na, így van, ez az igazság, úgyhogy én nekem hajtanak a szavamra. Meséljük már el, hogy a kis pici kutyával mit kell, milyen természetű, a nagy doberman milyen természetű, vegyük már így végig a kutyákat, hogy milyen természetűek.
Hát én szerintem nevelési kérdése, de nagyon jó természetűek. Mindenki, mindegyik kutya. Hát úgy neveljük, hogy nem engedjük, hogy na, tényleg a gyereké kincselkedjenek vele, harapjanak. Hát nekem itt van ez a nagy dog, ez hatalmas kutya, de most is voltam vele kiállításon, Hódmezővásárhelyen, most volt szeptember 11-én. Egy cacép kiállításon, ott is tényleg championosztály győztese lett, meg cacot nyertünk, akkor el voltak rajta tényleg ottan kisgyerek, nagygyerek, felnőtt, mindenki simogatta, hogy ez milyen aranyos, hogy ez milyen jó kutya, és ott is elmondtam, hogy hát igen, ugye én tanítottam be, és na szóval tényleg ott ült, feküdt, semmit nem csinált. Mindenki simogatta, lefényképezték, hát több százan. Annyira, szóval boldog voltam, hogy azért mindenütt megállják a kutyáim a helyüket.